Az eseményen elhangzott, ez a stratégiai megállapodás nagyon fontos a városnak, amelyet a közös munka kezdő lépésének tekintenek. Arra törekedtünk, hogy ne egy egyszeri adhok jellegű dolog legyen, amit elkezdünk, hanem ez egy perspektívikus és fenntartható, kiszámítható, hiszen így lehet erre építeni igazából, ha tudjuk a legalább néhány évvel előre, hogy kölcsönösen mire számíthatunk. A megállapodás részét képezi a cégcsoport Nyíregyházi irodaháza melletti környezetrendezése is. Mige László elmondta, neki mindig is nagyon fontos volt, hogy az elkölthető sport támogatás elsősorban Nyíregyházára kerüljön. A mi évente megkeretkező tahó támogatásunknak a 60%-át biztosan adjuk Nyíregyházára, ennek a felosztását pedig majd a polgármester úr eldönti, tehát én ebben nem kívánok beszólni, ők sokkal jobban tudják, hogy hol van erre szükség, mint én, hogy ezt majd ők elköltik, a másik a Vidor Fesztivál. Hiszen a szerződésben rögzítették, hogy a cégcsoport 5 éven át 30 millió forinttal járul hozzá a fesztivál megrendezéséhez. Mige László szerint a Vidor Fesztivál egy elegáns, a város kulturális életét meghatározó rendezvény, amelyet lokálpatriótaként szeretne támogatni.